Szeretettel üdvözöljük a GameTV nézőit, ismét itt vagyunk egy méretes hírösszefoglalóval, és úgy gondolom, hogy már fogjunk is hozzá, mert különben sosem fogunk a végére érni, ugyanis egyre hevesebb Star Wars lázban ég a világ. Az új film mellett végre hivatalosan is bemutatkozott a Battlefront harmadik része. A november 17-én érkező játékban biztosan nem lesz szólókampány, mert a DICE kizárólag a multira koncentrál, amelyben akár 40 fős csatákat is vívhatunk. A játék belső és külső nézetből egyaránt játszható, a karakterek és a felszerelés módosíthatóak, ráadásul visszatér a hősrendszer is, és Boba Fett, valamint Darth Vader bőrébe már tuti, hogy belebújhatunk. A kalandból természetesen nem maradhatnak ki a szárazföldi és a repülőjárművek sem, többek között a Millennium Falcont is irányíthatjuk, de az űrcsatákról sajnos le kell mondanunk. Szoros lett a vége, de a rajongók csak összedobták a megcélzott $600 000 a Descent Undergroundra, így már semmi nem állhat a klasszikus űrhajós cím modern változatának útjába. Az Unreal Engine 4 által mozgatott játékba a készítők minden klasszikus jellemzőt igyekeznek belegyömöszölni, és a multi mellett egy fejtörőkkel megpakolt szólókampányt is ígérnek. Az Activision hosszas szünet után ismét színpadra küldi a Guitar Hero-t, amely számos újdonsággal és átalakított kontrollerrel igyekszik felrázni az önjelölt rockzenészeket. Az ősszel várható Guitar Hero Live-ot a DJ Hero-t jegyző Freestyle Games készíti, újdonság, hogy a korábbi vezérlő kiosztás helyét kétszer 3 gomb veszi át, azonban olyan kombinációban, amely jobban hasonlít a valódi gitárakkordokra. Az új rész látvány tekintetében is újítani kíván, hiszen egy élőszereplős belső nézetet használó címet kapunk, ráadásként a fejlesztők által üzemeltetett 24 órás zenetévén aktív közösségi életet is élhetünk majd. Rég nem hallottunk a 2013-ban bejelentett Shadow of the Beastről. Az új infók szerint a vérbő kaland helyszíne Karamön rideg sivataga lesz, a játék főhőse pedig Abrán lesz, akit a gonosz Melita alakít élő fegyverlé. Az ígéretek szerint változatos helyszínekben nem lesz hiány, a harcrendszer és a platformer részek pedig úgy lettek kidolgozva, hogy az újdonságok mellett a klasszikus részeket se gyalázzák meg a készítők. A Codemasters vezető dizájnere a közelmúltban megerősítette, hogy a nyáron boltokba kerülő F1 2015 mindkét újabb generációs konzolon stabil 60 FPS-sel fog futni. Az örömben mindössze annyi keserűség csúszott, hogy míg a Sony doboza ezt a sebességet 1080p mellett teljesíti, addig az Xbox tulajdonosoknak továbbra is csak a megszokott 900p jut. Önállóan is futtatható kiegészítőt kap a legutóbbi Wolfenstein, ami ugyanarra az alternatív történelmi szára épül, mint az elődje, de annak eseményei előtt játszódik majd. A MachineGames szerint a The Old Blood alcímű kalandnak igazi B-filmes hangulata lesz, ráadásul néhány karakter szerepeltetésével a Return to Castle Wolfenstein előtt is tisztelegni szeretnének. A játékban természetesen új helyszínek, ellenfelek és fegyverek kerülnek, halmazati büntetésként pedig zombikat is kapunk. Bár a Destiny sokak szerint alulmúlta az elvárásokat, a kiadót és a fejlesztőket ez nem akadályozza meg abban, hogy újabb tartalmakat csapjanak a kalandhoz. A játék második nagyobb House of Wolves című kiegészítője május 19-ére várható, és a hírek szerint új raid nélkül érkezik, ami helyett új hordamódokra hajazó végjátéktartalomra számíthatunk, azaz kooperatívban kell írtanunk a hullámokban érkező ellenfeleket. Nem sok olyan játékot találni, ami a háború rémségeit a humor oldaláról közelíteni, ezért is érdekes az ex-Infinity War tagokból álló Real Games új lövöldéje. A World War Toons egy multira kiegyezett második világháborús játék, amelyben rajzfilmes stílusban csapatnak össze a német és amerikai csapatok, miközben a hangulat könnyed és szórakoztató lesz. A készítők az infantilis humor mellett azért némi taktikát is ígérnek, és a játék támogatni fogja a VR szemüvegeket is. Az Electronic Arts megerősítette, hogy a következő 90 napban több hozzájuk tartozó free-to-play játék szerverét is lelövik, így az utolsó hónapok következnek a Battlefield Heroes, a Battlefield Play for Free, a FIFA World és a Need for Speed World világában. A bezárások egyelőre nem érintik a Star Wars The Old Republic és a Command & Conquer Tiberium Alliances játékokat. Vége a nyálcsorgatásnak, ugyanis a Namco Bandai bejelentette, hogy a Project Cars május 8-án parkol le a boltokban. A fejlesztők továbbá megerősítették, hogy a játék minden igyekezetük ellenére csak PlayStation 4 konzolokon élvezhető nagyobb felbontásban, viszont a grafika a dobozokon is piszkálható lesz, amire korábban még nem volt példa. Természetesen a legdurvábbnak a PC-s verzió ígérkezik, mely esetében vastól függően akár 14K-t is kipréselhetünk a játékból minden korlátozás nélkül. Itt van, végre megérkezett! Bár a vajúdás kicsit sokáig tartott, a szülés rendben ment, így már PC-n is tolhatjuk a Grand Theft Auto 5. részét. A játék a megjelenése óta a Steam legkeresettebb címe, és már az első napon átlépte az 1 milliós eladást, amiben még nincsenek benne az egyéb kiskereskedelmi forgalmakból származó adatok. A Grand Theft Auto 5 természetesen megörökölte az előző felvonásban debütáló videószerkesztőt is, amely több különböző kamerabeállítást, szűrőt és effektet tartalmaz, így segítségével néhány laza mozdulattal megörökíthetjük álmokfutásunkat, vagy összerakhatunk egy ütős kisebb filmecskét is. Késlekedve ugyan, de PlayStation Vitára is meg fog érkezni a nyáron a Resident Evil Revelations 2. A portolást végző csapat alapos munkát ígér, és szeretnék a Vita képességeit is beépíteni, így valószínűleg tudunk majd a mozgásérzékelővel is célozni, viszont az online aid-mód csak a megjelenés után lesz elérhető. Visszatérhet a PSP-re megjelenő Disney a Final Fantasy széria. A Square Enix a Team Ninja-val még idén kihozza a verekedős Final Fantasy játékot a japán játéktermekbe, de várható belőle konzolos verzió is valamikor 2016-ban. Az Xbox One-os EA Access előfizetési rendszerben egy havi kisebb összegért korlátok nélkül hozzáférhetünk bizonyos Electronic Arts játékokhoz. A legutóbbi Madden NFL 15 és az NBA Live 15 címek után most tovább bővült a kínálat az NHL 15-tel. Havi 1000 forint jó befektetés egy csomó sportjátékért. Életjeleket adott magáról az Alienation. A Housemarque ezúttal is a kedvenc stílusánál, a Twin Stick Shooternél marad, és most a földünket elárasztó idegenek ellen kell majd felvennünk a harcot. Ezúttal az aprítás mellett komoly szerepet szállnak a stratégiának és a taktikázásnak is. Késik a Carmageddon Reincarnation, ugyanis a csapat kénytelen volt belátni, hogy nem készülnek el a megadott időpontra. A több mint félmilliós Kickstarteres büdzsé eredményét május 21-én lesz lehetőségünk kipróbálni. Április közepén besúrant az Age of Wonders 3 legújabb kiegészítője. Az Eternal Lords $20-ért új fajokkal és a Necromancer kasztal bővíti az alapjátékot, valamint a játék világában egy súlyos természeti csapásnak köszönhetően új körülmények fognak uralkodni, amivel szintén fel kell vennünk a harcot. A World of Warcraft timewalking lehetőséggel fog kibővülni. A timewalkingnak köszönhetően újra visszamehetünk pár korábbi dungeont kipucolni szintünktől függetlenül, mivel adottságainkat a megfelelő szintre fogja butítani a rendszer a kihívás érdekében. PlayStation 4-re is ki fogják adni egy játékcsomagban a Float, a Flowert és a Journey-t. Utóbbit már biztos, hogy Full HD felbontásban 60 FPS sebességgel élvezhetjük, de a Journey egyébként külön is megvásárolható lesz a Store-ban, Crossbuy verzióban. A Deus Ex Mankind Divided kaphat majd New Game Plus opciót és egy különlegesen kemény Give Me Deus Ex névre hallgató nehézségi szintet is. Egyébként a fejlesztők még azt is elmondták, hogy lehetőség lesz a játékot teljesen rejtve maradva sutyomban is végigjátszani. Villantott végre valamit a Client Entertainment a legújabb projektjéből, az Invisible Ink-ből. Körökre osztott taktikai arcokkal és lopakodással operáló alkotás természetesen procedurálisan generált pályákkal lesz megáldva, és PC mellett PlayStation 4-re is meg fog jelenni. Legutóbb a Borderlands The Pre-Sequel-t összekalapáló 2K Australia bezárta kapuit, az alkalmazottak többségét másik projekthez próbálják átcsoportosítani, de így is lesz, aki munkanélkül fog maradni. Előbukkant egy felvétel a Crytek CryEngine 3-as Oculus Rift-es projektjéből, a Back to Dinosaur Islandből, amit még a Game Developers konferencen csak titokban mutogattak. Egészen meggyőző, látványos és izgalmas a T-Rex-szel való találkozás. Tovább folytatja gyűjtögető hadjáratát a Nordic Games, mivel a Red Faction és a Darksiders franchise-ok után most a Man of Valor-ra is rátette a kezét. Lehetséges, hogy a közeljövőben újra írthatjuk majd a fedőszeműeket egy vietnámi dzsunglis harcban. Ha minden igaz, akkor az 1.3-as javítással csökkenni fog a töltésidő a Bloodborne-ban, ami igencsak üdvözítő, mivel minden elhalálozás után jócskán pislogtunk. A csomag igyekszik majd a képvisítési értéket is stabilabbá tenni, valamint már a bosszok sem fognak idővel alacsonyabb sebességbe kapcsolni. Már megint a Drive Club kapcsán érkezett hír, de még mindig nem az ingyenes pluszos verzióról. Az 1.14-es frissítéssel megérkezett a játékba a Le Ferrari teljesen ingyen, de a visszajátszásokkal kapcsolatos hibákat is orvosolni fogja a legújabb javítás. A Ubisoft jelenti, kellemesen teljesített a Child of Light, így biztos, hogy érkezni fognak a jövőben a folytatások is. A rendkívül különleges és stílusos alkotás kapcsán különböző Child of Light alternatívákon dolgoznak, így akár több szösszenethez is szerencsénk lehet majd. Nemrég érkezett meg több platformra is a The Old Blood Nüantészi, és a fejlesztő kiadó már meg is erősítette, hogy bizony dolgoznak a folytatáson is, azaz az Old Blood Apes Exodus felújításán. Ez azonban nem minden, mivel megsukták, hogy különböző spin-offokon is törik a fejüket. Kellemes fotomóddal bővült a The Order 1886. Az opció ráadásul számos egyéb beállítási lehetőséget is biztosít, így különböző látványos szűrőket is alkalmazhatunk. A lehetőség érdekessége azonban az, hogy egy-egy ilyen szűrőt bekapcsolva hagyva újfajta vizuális környezetben játszhatjuk végig a kampányt. A PlayStation-ös Shovelknight-ban még egy vendégszereplővel is összefuthatunk, ugyanis a Sony egyik ikonikus hőse Kratos bujkál valahol a játékban. A God of War főhőse egy ravasz főellenség lesz, azonban ha nyitva tartjuk a szemünket, a fejlesztők ígérete szerint rábukkanhatunk. A Monster Hunter Stories-ban a vadászok helyett a riderök kapják majd a főszerepet, akik betörhetik a hatalmas dögöket és hátasként használhatják azokat. A szokásos Monster Hunter formulától eltérő alkotás kizárólag Nintendo 3DS-re készül rajzfilmes körítéssel. Leghamarabb 2016-ban érkezhet meg Japánba. Alig jelent meg a Path of Exile, már is érkezik hozzá az első kiegészítő is. A The Awakening a játék negyedik felvonását teszi majd elérhetővé, ami azt is jelenti, hogy új képességekre, új ellenfelekre és játékmenetbeli változásokra is számíthatunk. Április 20-án már indul is az átbéta teszt. Lara Croft Relic Run mi más is lehetne, mint egy Endless Runner. A free-to-play szaladgálás Hollandiában már tesztfázisban üzemel is, és nem egy sima szaladgálásra kell számítani, ugyanis harcok is lesznek, összefuthatunk egy T-Rex-el is, sőt, még motorozni is fogunk. Idén már a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4-nek örülhetnek a rajongók, és ez lesz az első jelen generációs verzió, mivel PC mellett PlayStation 4-re és Xbox One-ra is meg fog jelenni a Namco Bandai és a Cyber Connect alkotása, amivel egyébként az Ultimate Ninja Storm széria végére is pont fog kerülni. Tudtunkra adta a Sega, a Namco és a Capcom, hogy valóban érkezik még idén Nintendo 3DS-re a Project X Zone második része, amiben Resident Evil, Tekken, Mega Man, Devil May Cry, Virtua Fighter és többek között Yakuza karakterekkel akciózhatunk a taktikai bunyós címben. Köszönjük szépen figyelmeteket, már megint végére értünk műsorunknak, de találkozunk hamarosan, biztos az a hír összefoglaló is igazán vaskos lesz, na de addig is jók legyetek, sziasztok!